Sokan tudják, sokan azonban nem, kicsoda Orbán Viktor, honnan származott és miért tevékenykedett. Orbán szülei a II. Világháború alatt kommunistákat bújtattak, és az ifjú Orbán Viktor középiskolás évei alatt a Kommunista Ifjúsági Szövetség titkáraként tevékenykedett. Ezekben az években osztálytársai kekeckedő természete miatt Kecó Bece néven hívták őt. Büszke voltam arra, felvettem a kézben először is. Még a kézben én nagyon aktív voltam, a középiskolás kézben. Én még voltam alapszervi kisztitkár is, harmadikos gimnazista koromig. Tehát hogy én ilyen kultúrátlanságból jöttem inkább. Orbán első állása egy zsíros minisztériumi állás volt. A mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium beosztottjaként kapott munkát. 1988 áprilisától azonban már közvetlenül Soros György finanszírozta mind megélhetését, mind pedig tanulmányait. Együtt tanulhatott egy oxfordi elit egyetemen, Kövér Lászlóval, aki jelenleg a Magyar Országgyűlés elnökeként dolgozik, Varga Mihállyal, aki nemzetgazdasági miniszterként tevékenykedik, Szájer Józseffel, a Fidesz Európa Parlamenti frakció vezetőjével, és jó néhány olyan később politikussá váló fiatalemberrel, akik a rendszerváltásban kulcsfontosságú szerepet kaptak befolyásos támogatóik révén. Orbán Viktort láthatatlan kezek és láthatatlan erők segítették. Helyet kaphatott, még egyetemistaként, az ellenzéki kerekasztal tárgyaló csoportjánál, és befolyásos támogatói gondoskodtak arról is, hogy országosan ismert politikussá váljon. Nagy Imre újra temetésekor ő mondhatott beszédet. Orbán 1990-ben szakította félbe a Soros György pénzéből finanszírozott tanulmányait. Ekkor az oxfordi elit egyetemen az angol liberális filozófia történelmét hallgatta. Hazajött, és azonnal országgyűlési képviselő lett. Tehát én azt, hogy elmenjek zárt ajtók mögé tárgyalni, és hogy politikai eredményt érjek el 8 órai kemény tárgyalásokkal, ehhez nekem nincsen kedvem. Szóval ez nem az én világom. Orbán ekkor még egyáltalán nem számított nemzeti politikusnak, liberális volt. 1990. június 4-én, Trianon 70. évfordulóján akkor, amikor az ülést levezető elnök egy perces néma felállásra szólította fel az országgyűlési képviselőket, Orbán Viktorral az élén a Fidesz testületileg kivonult az ülésteremből. Orbán a liberalizmus térnyerésében végzett munkáját bőkezően meghálálták. 1992-től az ifjú politikus a Liberális Internacionáli alelnöke lett. Ebben az időszakban szorosan együttműködött a Szabad Demokraták Szövetségével, és többször hangsúlyozta, Magyarországon és egész Európában teret kell nyernie a liberális eszmeiségnek. Végleg elszálltak az illúzióink, nem köszöntött be a liberális világbéke korszaka. Az ifjú politikus többször is bizonyította, hogy elkötelezett a liberalizmus térnyerése és az euróatlanti érdekszféra védelme mellett. 1996-ban elnöke lett az új atlanti kezdeményezésnek. 2000-től már szelek fújtak a politikában. Orbán ekkor otthagyta a liberalizmust és néppárti politikus lett. Azt hiszem erre mondaná Kombácsi vagy Soros György, ügyes,